Vagyok a Webby nevezetű startupnak a alapítója, és hát szeretnénk kicsit beszélni erről a projektről nektek. Először is azzal a problémával kezdeném, amire az egész létrejött. Próbálok úgy állni, hogy igen. Az pedig az, hogy sokan használunk sokféle social media eszközöket, szolgáltatásokat, amivel tudunk feltenni mindenféle kontentet a netre. Facebookolunk, Twitterelünk, videókat töltünk fel, blogolunk, stb. És a probléma az volt, hogy ha valakire kíváncsi vagyok, hogy milyen tartalmai vannak attól függetlenül, hogy milyen csatornán teszi ezt, akkor az nehéz volt a követés. És szerettünk volna egy olyan rendszert, ami ez így egybe át tudja látni egy adott embernek az összes tartalmát. A Webby tud abban segíteni, hogy számodra fontos embereket tud követni, és a másik fontos dolog, hogy neked is tud segíteni abban, hogy te követhető legyél egyszerűen. Ezt úgy csinálja a rendszer, hogy egy timeline-ba összeszedi az adott usernek az összes social media tartalmát, ami aztán könnyen böngészhető, kereshető, és igen. Azt szeretném megmutatni, hogy hogy működik kb. Ez a rendszer, és ezt a három fő célcsoporton keresztül, amit mi gondolunk a három fő célcsoportnak, az egyik az, akik a közösségi médiával aktívak. Tehát, hogyha követni szeretnénk, igen, elindult, tehát, hogyha követni szeretnénk embereket, akik számunkra fontosak, akkor ezt a Webby felületén keresztül megtehetjük, ez ilyen timeline-okban valósul meg a dolog. Tudjuk, hogy egyszerűen böngészni, keresni tudunk el egyszerűen, tehát beírjuk az adott szövegrészt, és akkor másodperceken belül odaugrik az adott tartalomhoz. Ami esetünkben egy Facebookra belinkelt videó, itt azt meg tudjuk nézni, tudunk közben keresgélni, tudunk egyszerre akár több kontentet is nézegetni. Ugye ez az egész timeline tartalmazza az összes bejegyzését az adott usernek, amikor regisztrál, akkor ide feltöltődnek. És ez folyamatosan frissül a tartalomfolyam. Tehát, hogyha valaki egy új üzenetet ír mondjuk Facebookra, azt akkor mi egyből látjuk a timeline-on, oda tudunk ugrani ehhez a tartalomhoz, és aztán egy kattintással oda tudunk jutni, ahol ez a forrásához a bejegyzésnek, esetünkben ez egy Facebook bejegyzés, és akkor itt tudjuk folytatni a tevékenységet, itt esetünkben lájkoltam az adott bejegyzést. A következő célcsoport azok a bloggerek. Ugye itt az a fontos, hogy a Webby segít abban, hogy te is követhető legyél. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy van egy publikus timeline-ja mindenkinek, amit egy webcímen ugye megoszthat. Ez itt most a Berényi Konrádnak a timeline-ja. Itt az olvasók rá tudnak kattintani az adott kontentre, amire kíváncsiak, és egyből oda tudnak ugrani ugye most is a forrás oldalra. A másik fontos, az pedig a közösségi névjegy feature-ünk, ami ezt a timeline-t egy függőleges widgetbe rendezi. Tehát van különféle kinézete, és ezt be tudjuk a blogunkba vagy weboldalunkba embeddelni, és akkor ugyanúgy látják az olvasók az összes tartalmunkat, függetlenül attól, hogy ez most hol keletkezett, látják a legújabbakat, kereshetnek a legrégi ebbekbe, és ugyanúgy oda tudnak ugrani, hogyha az adott tartalomra kíváncsiak. És ennek a social cardnek van egy másik oldala, ahol ilyen business card-szerűen föl lehet írni azokat a dolgokat, amik fontosnak tartunk magunkra. A harmadik, az meg cégek, közösségek. Erről is van egy videó, ezt nem annyira akarom megmutatni, mert nem lesz rá idő. De az a lényeg, hogy csoportokat is tudunk kezelni a Webby-ben, és azokat is aztán meg tudjuk osztani, tehát hogyha mondjuk a kollégáinkra, vagy bármilyen csoportot akarunk csinálni, akkor azt ugyanúgy össze tudjuk húzgálni, és meg tudjuk osztani, ki tudjuk rakni az oldalunkra. Nagyjából a történetünk az másfél évvel ezelőtt alakult ki az ötlet, gyorsan össze tudtuk hozzászedni a csapatot, négyen vagyunk. Júniusban a Valley Connect nevezetű inkubátor cég adott nekünk annyi pénzt, hogy 3 hónapig tudtunk fejleszteni. Ez alatt a 3 hónap alatt el is készült az első closed beta verzió, amiből most márciusra egy nyílt beta lett. Ezzel aztán meg is nyertük a Budapest Barcamp Startup versenyt, és most 2 hete pedig voltunk a Berlini Seed Campen is, ahol bekerültünk az ottani csapatok közé. Most jelenleg van 500 felhasználónk, és elvileg bárki regisztrálhat az oldalra, úgyhogy arra biztatok mindenkit, akit érdekel, hogy jöjjön. Köszönöm szépen, ennyi lett volna.
kérdések, hogyha... Igen? Azt mondják, hogy elsősorban Twitter, Facebook és ilyesmény és blogtíreket gyűjtök össze. Nincs ilyen már, nem hívják úgy, hogy Facebook. Tehát, hogy szelektív Twitter, meg ilyenekkel nem gyűjtjenek össze? Hát... Igazából most, ami támogatott nekünk, az Twitter, Facebook, YouTube, Facebook Pages, RSS. Tessék? De ugyanúgy a Facebookon nem gyertek, szeretik Twitter, YouTube is ugyanúgy serelem. Hát de azt neked kell megcsinálni, tehát hogyha mégis van az a típusú felhasználó, aki mindent mindenhova kirak, hogyha írt Twitterre, akkor kirakja Facebookra is, hogyha YouTube-ra rak fel egy videót, akkor azt kiteszi Facebookra is. De viszont én úgy látom, hogy van egy másik fajta típus, akik szelektíven használják ezeket a szolgáltatásokat. Tehát itt ez automatizált, végül is ennyi. Igen? Kételezzük fel, hogy adatvédelmi szempontból ezt jól átgondoltátok, akkor miből lesz nektek itt pénzetek? Jó kérdés. Az volt, nem tudom, hallottatok, az volt a kérdés, hogy miből lesz ebből pénz. Nem. Volt érdezni. Igen? Tehát, hogy az adatvédelemről annyi, hogy most úgy működik a dolog, hogy annak van tármánynak, aki regisztrált. Amikor regisztrálsz, akkor hozzáadod a saját szolgáltatásaidat, tehát azzal te rendelkezel. Amiből lesz pénz, pedig milyen freemium modellbe gondolkozunk, illetve iPad, iPhone-os applikációkat szeretnénk, de ez most olyan kialakítás alatt van még. Igen. Ez jó értem, akkor ti a regisztráltak accountjával följelentkeztek ezekre a szájtokra, és leszkennelitek az összes információt róla? És ezt folyamatosan csináljátok? Vagy sem? Igen, tehát az volt a kérdés, hogy mi följelentkezünk a felhasználók accountjára, és folyamatosan szkennelünk. Igen, ez úgy működik, az API-kon keresztül, tehát ezeknek a Web2-es szolgáltatásoknak általában mind van API-ja. Felhasználó azt mondja, hogy szkennelhetjük, amikor beregisztrál, és akkor onnantól kezdve ez folyamatosan frissül, szkenneljük, átjavjuk a saját szerverünkre, és akkor onnantól nem kezdve... Nem sok erőforrás ez? Nem. Igyekszünk megfelelni a dolognak. Igen? Nekem meg pont az a bajom, hogy Twitter ezek is Facebookot, és minden csinálok, és mindenhol megjelenik ugyanaz a hír, mert arra vannak, akik mindenhol beposztolják ezt. És hogy összevonja az azonos dolgokat, tehát... Igen, az a kérdés, hogyha ugye azoknál a usereknél, akik mindenhol posztolnak, azokra van-e valami? Igen, azra van, tehát fölismeri a rendszer, hogyha mondjuk Twitteren is, meg Facebookon is ki lett ugyanaz téve, és akkor azt összemergyeljük, tehát azt így egybe rakja. Ha akarod, akkor kinyithatod, de amúgy igen. Még kérdés? Igen? Hogyha csak egy csoportnak osztottál meg valamit, azt ugyanúgy kezeli ezt a csoport szintű jogosultságot, tehát csak közeli barátoknak, vagy valami Facebookon? Hát itt az volt a kérdés, hogy kezeljük, hogy egy csoportnak osztottunk meg valamit mondjuk Facebookon. Jelenleg van háromféle ilyen szintünk, az egyik a teljesen public, a másik a friends, a másik meg a harmadik pedig a privát, és a Facebookról, amit leszedünk, azt próbáljuk tehát megtartani az ottani szinteket. Tehát hogyha ott publik, akkor nálunk is publik lesz, hogyha ott privát, akkor privát lesz. A friends, azt pedig a webin belül lehet barátkozni, tehát igazából nem kerül ki ilyen adat, amit mi nem szeretnénk, hogy kikerüljön. Utolsó kérdés, igen? Mi a következő három szolgáltatás, amit integrálni fogtok? Amit szeretnénk, olyan népszerűségi sorrendben szeretnénk, tehát ugye, amik nagyon népszerűek, azokat meg szeretnénk csinálni, például Instagram, Google Plus-on is gondolkodunk. Igazából nagyon sokféle van, úgyhogy most ezeket a kettő jutott hirtelen eszembe. Köszönöm szépen akkor!